Jaj, hát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és most már igazán színésznek is érzem magam, de nem színészkedem, megígérem az elkövetkezendő egy órában. Én még egy pillanatra láttam több ismerős arcot, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök, és nagyon örömteli, nagyon sokrétű, egy kicsit izgulós feladat is egy ilyen szakértő és igen lelkes közönségnek bármit is elmondani, újat próbálni mondani, sok szenvedő szerkezettel, pardon, a Pálos rendről. Egy olyan témáról, ami igazából sokunkat érdekel, millió vetülete van, több generáció már kutatta, fogja, most is kutatja és még fogja kutatni, reméljük az elkövetkezendő évtizedekben, akár évszázadokban is, én merek ebben gondolkodni. És amikor ez a lehetőség, felkérés megtalált, hogy visszatérhetek az akadémia, illetve hát mindenki számára ismert kötelékekbe, és pálosokról beszélhetek újra, akkor azon gondolkodtam, hogy mi az, amivel a programokhoz, az eddigiekhez hozzá tudnék adni, miről tudok önöknek beszámolni, mi történt az elmúlt néhány évben, mi fog történni. Már néhány esetben találkozhatunk, de akivel még nem találkoztunk, egy pár szót arról, hogy egy néhány kirándulást, pálos kirándulást már közösen eltölthettünk egy gyakorlatilag törzscsapattal, ami most szombaton folytatódik majd Nagyvázsonyba, Porvára és Csatkára, három pálos kolostorhoz látogatunk majd el. Addig is viszont azon gondolkodtam, hogy hát aki nem tart velünk, annak is a régészetről szeretnék elmondani pár dolgot, mit találtunk. Mostanában az elmúlt néhány 4-5-6, esetleg 10 évben, ami talán újdonságként hathat mindenki számára, mert hát szó volt ugye a folklorról, néprajzi kutatásokról, vagy hát legendák, tradíciók, történetek. Igaz volt, nem volt, nem voltunk ott, én mindig ezt mondom, nem tudjuk, de mindenképpen fontos adatokról, biztos, hogy rengetegszer lehet hallani. Azt hiszem, hogy mindenki által ismert Gondos Bélát emelhetem ki, a legendás embert, a legendák tudóját, aki egyébként azt hiszem valahol itt is ül a soraink között, úgyhogy külön nagy megtiszteltetés. Jaj, de jó, most láttam. Hello. Úgyhogy bele is csapunk rendben a közepébe. Tehát régészetről, igazából a kézzel fogható dolgokról pár gondolatot, újdonságot hoztam el, és nagyon-nagyon nagy örömmel és izgatottsággal várom, ha esetleg bárkinek kérdése lesz hozzá a későbbiekben. Erre is lesz mód majd az előadás végén. Remélem látja mindenki a kivetítőt. Csak a középkori pálos történetről néhány gondolatot szeretnék felvetíteni, hogy el tudjuk helyezni abban a kontextusban, közegben az adatokat, amelyekre az egész előadás szólni fog. Ugye a középkor végi pálos kolostorokat vetítettük föl, illetve vetítettem föl erre a térképre. Mai magyarországi határokhoz készítettük ezt a térképet a kollégáimmal. Alapvetően ez a pálosok kiállítás számára készült, 2-3 évvel ezelőtt. A mai előadásban elsősorban csak a mai Magyarország területén lévő kolostorokról tudok beszélni, azt hiszem, hogy egy külön előadást megérdemelne a határon túli kutatásokról való beszámoló. Erről is igyekszem jobban készülni a jövőben, de remélem, hogy esetleg avatottabb előadót is ebben a kérdésben meghallgathatunk. Ami nagyon izgalmas és fontos elmondani a pálos kolostorok, amit fontos elmondani a kolostorok esetében, az az, hogy a középkor végére kikristályosodó pálos kolostori hálózat, rendszer mindvégig megtartotta többségében azt a jellegzetességét, miszerint középhegységi, de minimum dombosabb helyszínekre telepedtek a kolostorok. Ugye ez már egy közelítő domborzati térkép. Ezen szépen látszik, hogy gyakorlatilag a Dunántúl javát, illetve Észak-Kelet Magyarországot, nyilvánvalóan mondom csak a mai Magyarország területéről beszélek ma, Bárciumot leszámítva tudunk most itt ebben az esetben. Tehát a lényeg, hogy ezeken a területeken mutatható ki elsősorban pálos jelenlét. Az nagyon fontos is kiemelni, és azt hiszem, hogy az egész előadás tanúsága az lesz, hogy a pálos rendé válás útja
egy hosszú folyamat volt, aminek talán mostanában kezdünk rájönni a lényegére, mégpedig arra, hogy az 1200-as évek nem csak Boldog Özséb avagy a pirisi alapítás, tehát a pálos tradíció miatt fontos, hiszen a pálosok önmagukról azt írták és hagyták ránk az utókorra, hogy őket bizony 1250-ben Boldog Özséb alapította. Legalábbis mi így olvassuk és értelmezzük a szöveget. De azt mondja a pálos tradíció, hogy 1250-ben összefogta Boldog Özséb a Szent Kereszt remetéit. És ez a Szent Kereszt remetéi, ez mostanában kezd kikristályosodni, azt gondolom a kutatók számára, hogy ez a 13. században, azaz az 1200-as években, ez nem csak ezt az egy időpontot jelenti, 1250-et, hanem az előtte lévő évtizedeket, és ugye nyilván az utána jövő évtizedeket is meghatározta, hogy a meglévő önszántukból és önön akaratukból, de nem biztos, hogy saját maguk által kiválasztott helyeken, hát nyilván valahol létre kellett jönni a remetességeknek, de vajon hol engedték, hogy létrejönnek remetességek? Ez csak egy kérdés, egy előrevetítő kérdés. Tehát a lényeg az, hogy megvoltak közösségek, létrejöttek közösségek valahogyan, akikben megszületett az igény, hogy a különálló közösségekből egységes rendé váljanak. Ez gyakorlatilag a 13. század története. Ez mind az 1200-as években zajlott le. Ezt onnan tudjuk, nem csak, ugye a régészeti források erről is szólnak, azt keressük, hogy a korábbi kolostorok, a kolostoroknak korábbi időszaka, tehát a késő középkor, az 1300-400, kicsit 500-as évek leletanyagát megelőző, vagy hát leleteit és jelenségeit, épületeit megelőző időszak. Tehát az 1200-as évek adott esetben, ha beazonosítható, azonosítható-e? Ez a régészeti vetülete ennek a kérdésnek. A következő, visszatérve az írott forrásokra, ugye Boldog Özsébet említettem, illetve azt, hogy ezeket ugye történetekből, pálosok által lejegyzett történetekből, részben pedig oklevelekből tudjuk, a forrásokra vissza fogunk még térni, csak kicsit már hivatkozom rájuk. Azt tudjuk még, hogy 1308-ban már egészen biztosan, konkrétan többen szerették volna, hogy rendé váljanak a pálosoknak, mondom, látják félre horda nyelven már, de a remeték, Szent Kereszt remetéiként említik őket. 1308-ban Gentidis bíboros, ez a következő évszám, amit kiemeltem, aki egyébként az Árpádok kihalása utáni trónharcokat jött kvázi elrendezni, segíteni a béke megkötését. Egyúttal ebben neki egyébként a pálosok jelentős segítséget nyújtottak mindvégig. Egyúttal számukra is biztosított előrelépést, adott szabályzatot, hivatalosan használhattak szerzetes rendi szabályzatot, mégpedig az ágostonos rendi szabályzatot, és ami nagyon fontos, hogy évente összegyűlhettek, és vezetőt választhattak. Valószínűleg már korábban is ezt megtették, viszont most már pápai követ és bíboros engedélyével tették ezt meg. És ebben egyébként, hisszük vagy sem, nem biztos, hogy a bíborosság volt a jelentősebb titulus, vagy erő, Gentilis bíboros, Gentile di Montefiore volt a becses teljes nevennek a pápai követnek, a követség, magyarul a pápa, a Vatikán, Róma képviselője volt Magyarországon, ami óriási erőt adott számára. Ez volt az igazi kuriózum, ami a későbbi pálosen számára is utólag leírt történetükben fontos volt. És hát az utolsó évszám, amit erről a diáról kiemelek, az 1322, amikor először hívják őket pálosoknak, Szent Kereszt remetéi, avagy első remete Szent Pál testvérei, ez a megnevezés legesleg először eredeti oklevélben 1322-ben maradt fent. Tehát gyakorlatilag egy 100-150 éves folyamatról van szó. Na, ennek a régészetét kutatni nehézség, és nagyon sok esetben örülünk, hogyha a későbbi évszázadok jelesül a ragyogó 1300-as évek második fele és 1400-as évek az, ami leginkább elérhető a számunkra. Forrásokat említettem, most egy rövid összefoglalást erről, hogy mindenki lássa, hogy három fő pontja van a pálos kutatásoknak, fő forrása, pardon, hogy a régészeti föltárások, leletek, építészeti struktúrák, tehát ez az, ami gyakorlatilag mindig elérhető, szerepel, mint érv bármilyen kutatásban. Ezek mellett középkori
okleveleket találunk, Uszkve nagyjából 5-6 ezer oklevél lehet bármilyen szempontból páros vonatkozású, és egyébként jelentős részük ma már elérhető interneten is, a Magyarországos Levéltár jóvoltából, nagyon sok határon túli adat is elérhető. Ezeknek a jelentős többsége, és ezt nagyon fontos kiemelni, nem a korai pálosságról, avagy remetességről szól, elenyésző, 1350-ig összesen kb. 1000 oklevelet találunk, ami soknak hangozhat, de ezekben mind apró pici információkat is hozzászámolunk, mondjuk, hogy megemlítik a pálosokat, vagy a Szentkereszt remetéit megemlítik, tehát nem egy nagy adag. További jó nagy rész az elsősorban az 1400-as évek második felében, tehát Mátyás király időszakából származik. Ezen kívül kiemeltem az írott források közül a pálos rendtörténetet, ugyanis még Mohácsot megelőzően Gyöngyösi Gergely, az egyik híres perregyele is, nagyon nagy formátumú személyisége a pálos rendtörténetnek. Úgy gondolta, nyilván ez nem önhatalmulag saját maga gondolta egyedül, de nyilvánvaló késztetés és igény volt arra, hogy a pálosok a saját történetüket lejegyezzék, azt az utódoknak, nem csak nekünk magunkra gondolván, hanem a novíciusoknak, ugye a leendő pálosoknak is utódul hagyják, információt biztosítsanak számukra arról, hogy kik ők, mi az ő küldetésük, és tulajdonképpen mi a történetük. Ez sokféleképpen értelmezhető, hiszen ez egy 500 éves leírás, eredetiben nem is maradt fönn az úgynevezett Vitae Fratrum, jó hosszú címe van, Vitae Fratrumként szoktuk említeni, első remete Szent Pál testvéreinek élete, ha lefordítjuk latinról, ez a lényege. 1603-ból, tehát majdnem 100 éve későbbről maradt fönn egy másolata. Na, ezt őrizzük nagy kincsként egyébként az egyetemi könyvtárban. Tehát ez a három mű, illetve három forrás az, amit a kutatók tulajdonképpen saját értelmezésük szerint, de mindig is használni tudnak. Na és mi az, hogyha azt érezzük egyébként a kutatásban egy idő után, illetve azt is mondják, hogy tulajdonképpen már nem sok mindent lehet itt ezekből a forrásokból kihozni. De most hála Istennek, ugye az ember, ha gondolkodik, mert szerencsére azért vagyunk, hogy gondolkodjunk, és még meg is tanítják gondolkodni, legalább kérdezni, akkor tudunk új kérdéseket föltenni. Az én kérdésem az volt, amiben segítettek, hogy legyen kérdésem, de ez természetesen, hiszen a tanár, a mester erre való, és nekem számos kiváló tanárom és mesterem volt, akik kérdeztek, így én is megtanultam kérdezni. És az én kérdésem az volt, hogy na jó, itt vannak a történetek, itt vannak az oklevelek, de hol is éltek? Ha kinyitom a szemem, mint egy filmben, mit láthatok a középkorban, ha egy pálos kolostorba mennék? Hát nőként mondjuk nyilván nem engedtek volna be természetesen, legalábbis egy bizonyos pontig, de azért nyilván a történészi és régész érdeklődés az, ami ebből szempontból fontos. És azt kérdeztem, hogy jó, akkor mi volt a tér? Mi volt a korabeli tér? Hogy nézett ki? Milyen elemei voltak? És nagyon apró, nem úgy torta szeleteket, torta morzsákat tudunk esetleg ebből fölvillantani, és ebben ugye a kézzel fogható dolgokban, a térbeli elemekben a régészet első rangú. Így egy saját, nyilván nem új keletű, de számomra új struktúrával gondolkodom a pálos kolostorokról, mint régész. Elsősorban az apró leleteket is fontosnak tartjuk, nyilvánvalóan, hiszen ha egy-egy unikális leletünk van, akkor egyedi leletünk, akkor valami különleges történetet tudunk ebből meg tudni visszafejteni, vagy legalább sejtetni. Tehát a lelet maga a pici tárgy, a tér legkisebb eleme is fontos ebből a szempontból. Az épített örökség, tehát templomok, kolostorok, nagyobb ugrással megyünk most nyilván, itt az épület részeken is lehet filozofálni, hogy kell-e rendszerbe foglalni, de az épített örökség a következő nagyon fontos elemünk. Mit tudunk kiolvasni? Tájolások kérdése, ezzel rendkívül keveset foglalkoznak egyébként a régészek, és egy rövid, picike kitekintést engedjenek meg. Nem régen, most nyáron, augusztus elején részt vehettem egy rom avató ünnepségen, a Szófőnél, Tihanytól közvetlen település, egy nagyon szép középkori rom templom van a Balaton partjához nagyon közel. És az egyik cégépítkező cég fölvállalta, hogy hát romokat ment. El is indított egy programot, és kiváló építészeket, szívvel lélekkel dolgozó embereket sikerült ebben a projektben összehozni, helyeket is, és
más hát építészeket a fővárosból elsősorban. De nagyon komoly gondolkodás folyt szerzetesekkel, helytörténészekkel, folkloristákkal, és odáig jutottak, hogy sikerült megtalálni azt a napot, a téli forduló napját, amikor a templom oltárára világít a picike kis bejárat fölötti rózsa ablakon át a reggeli fölkelő napsugár. Hát ilyen titkokról biztosan már hallottak. Ez az, ami a régészeket manapság már nem igazán motiválja, hogy megtalálja. Nem is vették egyébként a kollégáim túl komolyan ezt a találmányát, az építész kollégák, hogy jó, jó, hát nap van, fontosak. Vajmi keveset tudunk róla. Sok ötlet van, majd ebből merítünk a későbbiekben is. Nem ebben az előadásban sajnos, mert erre én nem mertem vállalkozni, de remélem a jövőben majd tanulhatok én is mindenkitől, és meghallgathatok több ötletet. Tehát a tér nagyon fontos, jobban meg kell ismernünk benne rejtező épületeinket, és ha kiléptünk a kolostorból, kell látnunk a halastavakat, a gyümölcsösöket, a szorgosan dolgozó, hát jobbágyokat és szerzeteseket, mert hála jó Istennek a pálosok azért maguk is kivették a kétkezi munkából a részüket. És még tovább megyünk, még egyet kilépünk, a még nagyobb térbe lépünk, az már egy kicsit ilyen Google, bocsánat, ez lehet, hogy reklám, de a lényeg az, hogy térbeli műholdas rálátás a következő lépés, hogy jó, ott a kolostor, ott van körülötte a kis kert, de hát hol voltak még birtokai, mondjuk a szőlő, hol volt mondjuk egy jó szántó, egy jó legelő, vagy egy, hát nem is tudom, egy jó malom például, hát az aranyat ért. Tehát az, hogy miből értek, mi volt még ennek a térnek az eleme, ez a következő kérdés, és a legvégső kérdés az én szempontomból, az a kolostor, az előbb látott kolostor csoportoknak a kapcsolata. Én kolostor csoportoknak neveztem, illetve nem én, bocsánat, a korábbi kutatás, de ezt én hülyen használom ezt a szót, fogalmat. Az egyes középhegységi területeken létrejövő csoportosulások, amik egyébként részben megfogható adminisztratív körök is voltak, késő középkori adatok sejthetik, hogy ezek a csoportok együtt képviselték magukat, például a rendi gyűléseken egy szem embert küldtek el mondjuk 4-5 kolostor képviseletében, mondjuk a Buda-Szentlőrinci, a középkori pálos rend központjában évente, később két évente megtartott rendi gyűlésekre. Tehát ez a tér is nagyon fontos, hogy ők egymással mit, hogyan, milyen módon kommunikáltak. Voltak-e közös tulajdonaik? Például tudjuk, hogy az egyik pilisi kolostor a másikkal közösen birtokolt Budán házat. Ez is érdekes kapcsolódás. És a legfontosabb, vagy a legteljesebb kapcsolódás, aminek most nyilván egy szeletét sem tudom önöknek megmutatni, az pedig maga a teljes, ismerhető, megismerhető, közép, majdhogy nem, hát közép-európai pálos kolostor hálózat. Provinciák, ha voltak, vagy hogy fogalmazunk mi ezek, semmit nem tudunk ebben a rendszerben, vagy legalábbis, bocsánat, nagyon keveset tudunk erről a rendszerről mondani. Tehát ez az, ami azt gondolom, hogy új dolgot tud számunkra, az nyilván az új leleteken túl, tehát a feltár dolgokon túl még mondani. Ezt nagyon fontos szerintem elmondani, és kihasználtam most az önök kezdeti figyelmét erre, mert az szerintem egy fontos üzenet, azt el akartam önöknek mondani, hogy térben gondolkodni, kérdezni, akár kritikusan gondolkodni, ahhoz mindenkinek joga van. Mindenkinek. Nem csak nekem, sőt, mindenkinek. És esetleg ez egy mankó lehet, egy kérdéshez, bármihez. No, de amire én gondoltam ma, az az, hogy megmutatom önöknek, hogy mely épületmaradványok láthatóak, használtak. Ezeknél például milyen új kutatásokat végeztek el a kollégáim, vagy én, jó esetben, de inkább a kollégáim, és egészen a látható kolostoroktól, a látható romokon át, a régészek számára látható romokon át, ez a harmadik csoportunk, azért olvasom föl, mert nem vagyok egészen biztos benne, hogy jól látható ez a vetítő, tehát a nagyon látható romokon, hogy szűkítjük össze a saját vizuális terünket egészen a még be sem azonosított kolostorokig. Egy-két szenzációról is szót ejtünk, noha én hála Istennek csak, illetve hát örvendel ötletesen én figyelhettem ezeket a munkákat, igyekszem azért sok-sok érdekességre is kitérni. No, kezdjük azt, hogy mindegy csoportból
hoztam most egy-egy új eredményt, van, amiből kettőt is csaltam, de az első, ez az álló kolostorok közül térképre vetítettem, hogy melyek ezek a kolostorok, ezek gyakorlatilag Észak-Magyarországra korlátozódnak. Ezek közül egy talán kevéssé ismert, ám majd szombaton meglátogatott helyszínt szeretnék önöknek most bemutatni, ez pedig a Porvai templom, illetve egykori Pálos kolostor templomnak a helyszíne. Guzsik Tamás és Fejérvári Rudolf felmérését hoztam még ide. Vetítendőleg itt nem volt korábban semmilyen régészeti kutatás ennél a templomnál. Most tervezik a régészeti kutatását egy felújításhoz kapcsolódóan. Kollégáim egyébként a Nemzeti Múzeumban fognak itt majd tovább munkálkodni, ugyanúgy, ahogy egyébként a térképen még szintén megjelölt Csatkai templomnál, ami majd a másik helyszínünk lesz. Tervben vannak a munkák, Csatkáról majd Csatkán, Porváról most szeretnék szólni önöknek. Mégpedig, ugye templomról beszéltünk, de hol a kolostor? Ez volt Buránszky Nóra kolléganőm kérdése, és hát egy 1770 körül készült térképet, az úgynevezett első katonai felmérés mutatom most önöknek. Itt látható a templom pirossal, egyébként ez egy korabeli temető itt, illetve még a falu másik végén is volt. A lényeg, hogy ezen azt látjuk, hogy egy picike dombocskán ott a templom, ugye patakok, víz veszi körbe, szinte szigetszerűen ezt a helyet is. És hát a legegyszerűbb, leghatékonyabb, leggyorsabb módszer a földradaros fölmérés. Ez bizonyult annak. Ezt a műszert használták a kollégáim. Sok befolyásoló tényezője van az eredményeknek. Elsősorban a talaj nedvessége és összetétele a földben látható, a földből visszasugárzó jeleket milyen módon tudja a gép földolgozni. Tehát az egésznek az a lényege, hogy leküld a gép egy jelet, amely visszaérkezik, vagy elnyelődik, és ezt elemzi gyakorlatilag egy szoftver a visszaérkező eredményeket, aminek az eredménye Porvánál elsőrangú lett, ugyanis egy kissé eltolódott trapézoid formájú épületet irányoz elő, de nagyon úgy tűnik, hogy hiába hordták el a kolostor köveit, úgy tűnik a porvai építkezésekhez az 1700-as években. Ennek ellenére jelentős falmaradványok, illetve fal alapozások láthatóak a templomtól északra. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy egy nagyon szép, majdhogy nem klasszikus pálos kolostor formával van dolgunk. Egyetlen klasszikus, két klasszikus dolog van a pálos kolostor középkori pálos kolostorok alaprajzában. Az egyik az, hogy a templomtól szinte kivétel nélkül, északra helyezkedett el a kolostor négyszög, és a kolostor négyszög maga, amiből itt mi most igazából kettő is, hát három is, három szöget látunk, ugye ez a nyugati szárny felmérését nem tudták hatékonyan elvégezni, mert itt nagyon sok fém volt a kerítésben, illetve valami fém szennyeződés volt, úgyhogy meg sem próbálták felmérni. A másik dolog, ami át az eredményeknek, bizonyos magnetométerek, tehát mágneses felméréseknek, ebben az esetben egyébként nem ártott volna. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt nem volt módjuk kutatni. A másik jellegzetességnél tartottunk, ugye a kettő tipikus, az, hogy kiépült nagyon sok helyen a kolostor négyszög. Ez egy hatalmas munka volt, nagyon komoly anyagi befektetést igényelt, és a pálosok ebben nagyon-nagyon élen jártak középkor során. Azt hiszem, nem túlzok, bár információ nincs róla, de az eddigi arányok, tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a legtöbb kolostornál kiépült. És ami még szemet szúrt a kollégáknak, és rájöttek, hogy a pálos teret kell nézniük, a pálos tájat a maga komplexitásában, ez egy Ádám Iván, nagyon híres veszprémi, hát kanonok volt a foglalkozása, hivatása, de egy polihisztor művésztanáról van szó. 1800-as években Veszprém megyében is, illetve több egyéb területen is, de elsősorban Veszprém megyében pálos kolostorokat is fölmért, lerajzolt, dokumentált. Nagyon hálásak vagyunk számára, neki ma is, hiszen ő előbb látott patakocskáknál még látott kettő hát gátat, víz torlasztást, ugye víz fölgyűjtést mindenképpen feltételezhetünk a kolostor mellett. Tehát a halastó, nyilván a hal az alapvető élelmiszer volt, nem csak a szerzetesek számára, ugye a pénteki böjtre beszéltünk, ünnepekről, egyéb böjti időszakok, számos esetben a hal felé volt értelme fordulniuk, ha enni akartak.
nem húsételeken kívül, de egyébként minden, majdnem minden falunál, középkori falunál halastó nyoma felfedezhető. Ez volt a egyik legolcsóbb, legelérhetőbb. Hát, hogy legolcsóbb, ez is változó, de a legelérhetőbb étel a középkorban. Látható romok a következő kategóriánk, ami talán a kirándulók számára, a rendszeres kirándulók számára nem újdonság. Bükszentéleken nagyon szép romok vannak, Salföldet kiemelhetem, mert itt a térképre felvetítettem egyébként a legismertebb, igazából az összes látható pálos romot. A Pilisben nagyon sok van, Észak-Kelet Magyarországon, Balaton felvidéken, és hát Pécs egymagában áll itt a déli részeken. A táladi, megmutatom hol van, de hát ki hogy, nekem ez a szabályos neve, ha jól hallom, táladot mondja valaki, ugye? Csak nem hallok és nem látok, tessék figyelembe venni. Bocsánat. Hogy? Hát én ezzel, ha megtetszik engedni, a régészeti szakirodalom tálodnak mondja, ami az átírása a oklevélnek bizonytalan, így úgy tudom, de meghajlok, akkor táladnak nevezzük, nézzék. Pardon, az más, mert hogy Pula van a táladi rom mellett, pardon. A Pula falu úgy közösség egyébként, remélem, hogy majd örömmel fogadja, sajnos a táladi, pardon, igyekszem, a táladi helyszínen egyetlen, de jó magas fal, a bejárat a nyugati templom, kolostor templom nyugati homlokzata maradt fönn, és sajnos dől jelentős erőkkel, és nagyon-nagyon veszélyezteti az összedőlés. Na most ez az emlegetett aszófői kitérő, ez azért fontos, mert sikerült megnyerni ezt az ügyes csapatot arra, hogy a táladi romot megmentsék és konzerválják, úgyhogy mi a kollégáimmal a Nemzeti Múzeumból erre, hát nemhogy szerződtünk, hanem csak hozzátettük a saját tudásunkat, elkészítettünk egy nagyon részletes kolostortáji térképet, mégpedig egy speciális fölmérése módszerrel, egy úgynevezett lidarral. Ez egy lézer szkenner, ami gyakorlatilag a felszínt tapogatja le. Ez a bizonyos kis oktokopter, egy 8 karú drón az, aki ezt a lézerfejet, egy körülbelül ekkora 2 kilós lézerfejet a magasba emeli, és egy repüléssel, jó sok akkumulátor, egy körülbelül 500x500-as területet föl tud mérni a számunkra. Ilyen módon földről irányítjuk, segítjük, hogy viszonyítsa saját magát a földhöz, és a programozott pályán fölmér mindent, amit tud egy lézersugárral, ami igazából négyzetméterenként akár több százszor is oda-vissza pattoghat a jelkiadó műszer és a jelfelvevő része között. Ami azt eredményezi, és ezért egy fantasztikus módszer, hogy a lombokon, a sűrű lombos területeken, és hát a pálos kolostorok nagy része, legyen az rom, vagy már látható, vagy nem látható, erdőben van. És ez egy fantasztikus lehetőség a számunkra, hogy az erdőket, ez egy fölmérés, ez egy digitalizált szelete a lidarral készült adatfelvételünknek, ezt az erdős lombos részt le tudják tisztítani bizonyos algoritmusokkal, és igazából felszínmodellt lehet alkotni mindebből. Ezt táladnál, úgy mondom, csak néha orrhangom van, és úgy hangozhat, hogy orr. A lényeg az, hogy táladnál ezt sikerült olyan aprólékossággal elvégeznünk, hogy a körbe kerített, és nagyon ritka ez a lelőhely abból a szempontból, hogy körbe van kerítve kőkerítéssel, ezen belül is sikerült néhány épületrészt felfedeznünk még, amit lehet, hogy gyakran oda járok, már maguk megtettek, de hát mi nem járunk oda gyakran, és valamilyen módon rögzítenünk is kell ezt a felfedezést. Úgyhogy igazából ez egy jelentős előrelépés abban, hogy megtudjuk, miből is állt ez a mikrokolostori környezet és tér. Látható itt egy remek halastavacska is, de ez nagyon szépen látszik a tájban is. Na, kis lidaros drón után a következő jelentős helyszínünk az Salföld lesz, ez nem messze található a pulai romoktól, fantasztikus erdei környezetben, és végtelenül békés helyen látható. Amikor elkezdtem még kisdiák koromban pálosokkal foglalkozni, sokszor egyébként elkísértek a szüleim is egy-egy ilyen bejárásra, erdőket jártuk, és emlékszem, hogy anyukámnak mondtam, hogy biztos, hogy fog jönni egy sárgarigó és egy őzike. És képzeljék el, hogy minden romnál jött. Itt is.
Úgyhogy az egyetlen egyszer, amikor legelőször ott vagyok, vagy voltam, pardon. Úgyhogy egy fantasztikus hely, és ez mindig nagyon, nagyon, nagyon komoly lelki töltetet ad egy-egy kutatáshoz, nappárdonnal kitérőjel és az érzelgőségért, de ezt a képet meglátom, és hátradobom magam. No, Salföldnél kollégáim szintén megreptették a kicsi drónunkat, és hát szerencsére a Látos Tamás kollégámat ki kell emelni, mert egy rendkívül okos és szerény, igazi, tudják, mondják, hogy kocka, de jó értelemben mondom, tehát keveset beszél, de annak súlya van. No, Látos Tamás, ő geológus, geográfus is, tehát földrajztudós, és én kérdeztem tőle, hogy jó, Tamás, de hol a tó, hol a forrás, honnan van a víz? Visszakérdezett, hogy milyen víz? Hát az a helyzet, hogy ezen a gyönyörű térképen sok apró pici lyukat látni, ezek mind valószínűleg jelentős részüket bejártuk modernkori bolygatások, itt látható a kolostor. Arra rájöttünk, és hála Istennek megerősített, hogy emberi kéz által, tehát valószínűleg a pálos, hát sőt, Salföld igazából 13. századi remeteség, nagyon valószínű, hogy a remeték maguk már platót alakítottak ki a későbbi kolostor helyén, illetve maga ez a völgy, ami tulajdonképpen nyugattól, északról és délről is védett, ugye kelet felé nyitott csak, ez egy rendkívül jó választásnak tűnt elsőre. De sehol nem találtunk, még a mély utak, amik talán történetiek lehetnek, jókor, sokat járt utak, sehol nem találtunk forrást, és a geológia is azt mutatta, a helyi geológiai nagyon erős homokkő van ezen a területen, ami gyakorlatilag kutakfúrás, tehát elnyeli a vizet, jó mélyebb rétegekbe vezeti el. Tehát nincs vízforrás a közelben. Ezt most még egyébként kutatjuk, hogy valamilyen ciszterna rendszer volt a közelében a kolostornak. Egy ciszternája biztos, hogy volt a kolostorkertben, és nagyon úgy tűnik, hogy mindenféle későbbi építkezések után a legnagyobb felület, ugye az a tetőfelület, az a templomon volt valószínűleg, legalábbis egy időszakban bizonyosan. Úgy tűnik, hogy az esővizet összegyűjtötték elő, és bevezették a ciszternába, ami egyébként messzelt falu volt. Nagyon érdekes, még dolgozunk a természeti törvényeket figyelembe véve azon az elméleten és elgondoláson, hogy kaptak vizet a pálosok a salföldi romnál. Valószínűleg itt erre választ kaphatunk ezen a térképen látható jelenségekből. Itt látható a kolostorrom, ahol villogok, ott van németül fölírva, és körülbelül 800 méterre keletre, északkeletre, tehát itt van ez a nyitott völgy, amin keresztül el lehetett érni a kolostort. Egy Fehér Marom nevű helyszín van, ahol Csolnoki Jenő, Balaton nagy kutató, egy kiváló, grandiózus földrajztudósunk 19-20. Században működött, 20. század első felében, ő még malomárkot és feltételezése szerint akár őskori halastavat talált. Ez ezen a területen lehetett. Tehát valószínűleg itt arrébb tudták kihasználni a vizek összegyűjtését a pálosok, ha egyáltalán az övék volt, nincs erre sajnos írott forrásunk. Viszont még ki akartuk egészíteni egyéb dolgokkal is ezt a kutatást, fémkeresős kollégákat kerestünk meg ezzel a feladattal, és nagyon szép leleteket találtunk itt. Ugye ez a rom gyakorlatilag átesett régészeti föltáráson, de nem teljes kutatáson. Meghagyták a késő középkori, tehát a legutolsó szintet, nem tudjuk, hogy alatta mi található, de egy föltáráshoz mi kell, pénz, paripa, posztó, fegyver, minden. Hát, amit mi nem tudunk sajnos önmagunktól megteremteni. Ennek bárkivel szívesen beszélgetek erről, nagyon bonyolult dolog, de vannak eszközeink, és a fémkeresőzés egy gyorsan bevethető, nem pusztító, ellenben sok datáló leletet produkáló tevékenység. Úgyhogy igyekeztünk a domestikált szakértő keresősöket bevonni. Késnyél veretet, késő középkori kés végét lezáró veretet, számos pénzérmét találtunk. A legkorábbi egyébként II. András korából származik, 1205 és 35 között bármikor verhették, ami nagyon fontos jelzés, hiszen a 13. századi lakottságot indikálja, jelenti, jelzi számunkra. Ebből mi nyilván azt a következtetést vonjuk, hogy itt jártak, és szerintünk éltek a 13. században. Kulcs töredéke látható még itt egy csengettyűjé. Nagyon érdekes, a salföldi kolostor pincebejárata mellett találta az egyik kolléga, olyan, mintha egy puty leesett volna, és ott maradt volna a következő évszázadokra.
illetve egy picike aranyozott rézlemezt is találtunk, ami elképzelhető, hogy akár egy körmeneti keresztnek is a dísze lehet, ezzel még foglalkoznunk kell. De ami nagyon kedves lelet számunkra, ez a késő középkori, valószínűleg Mátyás király idejében nagyjából akkoriban importált, valószínűleg német alföldön gyártott csapocska. Itt van maga a csap, amit hát hordóba is, általában hordót vertek csapra, itt ez a csövecske volt a belső részén, ide pedig ebbe a részébe ez a kakasos záró rész, na, vagy hívják ezt, most elakadtam. Csap, fogó, mondjuk. Ez az, amit megtaláltunk. Egy verdejegy is volt rajta, egyébként mesterjegy, úgyhogy ennek a kutatása az eredete, ennek a csapocskának eredet kutatása folyamatban van. Amit még megtettünk ennél a kolostornál, az az volt, hogy a kevés, nagyon-nagyon kevés történeti adatot újra olvastuk, ellenőriztük, hogy vajon mindent kiolvastak-e ugye a tér szemlélettel ebből a kevés oklevélből. 1307-ben és 1309-ben említik a Mária Magdolna kolostor, a salföldi kolostor szőlőjét. És 1307-ben maguk a remeték egy bizonyos Kálmántól kapnak szőlőt, és abban az oklevélben leírják, hogy az egyik szomszédjuk Pál volt, a másik szomszédjuk a veszprémi káptalan. Semmi téradatunk nincs, de tudjuk, hogy három szőlő volt egymás mellett. 1309-ben említik a remeték szőlőjét újra egy adomány kapcsán szomszédként, mégpedig a veszprémi káptalan adományozott egy szőlőt Pálnak, Lőrinc fiának, aki egy katonáskodó szolgáljuk volt a veszprémi káptalan, az a veszprémi püspökség mellett létező alakulat, testület, gyakorlatilag ők segítették a püspökség munkáját, önálló birtokuk volt, gazdálkodásuk, ilyen egyházi intézmény a káptalan rendszer, és nem mellesleg oklevelek kibocsátásával, hitelesítésével, adott esetben határjárásokkal foglalkoztak, tehát egy ilyen közhiteles testület volt. Nos, ez a káptalan a saját szőlőjéből, a saját emberének adott egyet, aminek a szomszédai keletről a pálosok voltak, nyugatról Péter, északról a Szent János egyház. Gyakorlatilag, ha feltételezzük, hogy ez az a szőlő, ami korábban a remeték szomszédjában volt, akkor nagyon jó dolgunk van, mert ugyanezen későbbi oklevél, 1309-es, említ egy bizonyos nagy utat, hogy ez mind-mind, amit az előbb leírtunk, mi bejáró tisztviselő, a nagy úttól északra van. És ez tudva levő, szerencsére sok-sok-sok évtizedes, sőt 150 éves kutatása van a Dunántúli úthálózatnak. Még mindig nem tudunk róla sok mindent, de azt tudjuk, hogy feltehetően a Balaton északi partján futott egy római eredetű út, és ezt az oklevelek, a középkori oklevelek nem csak itt, hanem az egész országban nagy útként, Via Magnaként, avagy királyi útként, vásáros útként, tehát mindenképpen egy külön komoly jelzővel illetik. És ha feltételezzük ebben az esetben is ugyanezt, akkor a Balaton északi partján lévő főutat megjelölhetjük fix pontunként, és egy viszonylag nagyobb sávot kapunk, amelyen belül egyébként ezek a szőlők, az adott nevezett birtokok, adományok elhelyezkedhettek. Na, nem nagy talány, de szerencsénk van, mert még egy fix pontunk volt az oklevelben, a lényeget felejtem elmondani, hogy Ábrámban voltak ezek a szőlők. Ábrám falu területén, ami az Ábrahám hegyi, ma Ábrahám hegyként ismert, de egyébként még a térképeken Ábrámként, még az 1700-as években is Ábrámként föltüntetett, hát igen, pici tanyává zsugorodott, de egykori, középkori falut jelölheti. Magyarul Ábrám határában mi ezeket a zónákat találtuk érdemesnek kutatásra. Tehát ilyen pici, szőrözős, újragondolós, újraolvasós adatokkal kell, hogy foglalkozzunk. Haladunk, most már mindjárt jön a showtime, az igazán izgalmas, talán sokak által már frissen is nemrégiben olvasott hír, remeteség találásáról szól, na majd lehull a lepel mindjárt erről a kérdésről is. De még előtte egy másik, kevésbé ismert pici helyszínt szeretnék önöknek bemutatni a feltárás előtt álló kolostor csoportunkból, ami azt jelenti, hogy tudjuk, hogy hol van, tudjuk, hogy pontosan hol van, de még vagy nem
dot rá az ember nyilván támogatókat szerezni, vagy már ássa, de még vissza kell temetni, mert nincs meg annyi falrész, legtöbbször ez a probléma, nem tárunk föl, nem tudunk föltárni annyi falat, amit egy építész jól konzerválni tud. De több, nagyon-nagyon sok praktikus kérdést, igényt, lehetőséget kell figyelembe venni egy ásatás megtervezésekor. Mit kezdünk a romokkal, mert ha kiássuk, ugye pusztítunk azzal, hogy ásunk. Ez az első probléma. Tehát ha nem tudunk figyelmesen, aprólékosan dolgozni, akkor igazából jobb, ha el se kezdjük. A második probléma, hogyha feltárunk valamit, akkor azt meg kell óvjuk. Nem csak emberektől, időjárástól, mindentől. És ez egy nagy felelősség igazából régésznek lenni, óriási felelősség, és a pálos kutatásban résztvevő kollégáim ezek mind-mind tudatában vannak, és így cselekszenek. Úgyhogy ezen a térképen még két helyszínt ki fogok most emelni. Válust itt a Keszthelyi hegységben, illetve Zalacsányt nem messze tőle, nyugat felé, mai Zalacsány határában, az Örvényes-hegyi kolostort. Itt a Zalai Múzeumot kell megemlítenem, Simmer Lívia és Havasi Bálint kollégáimat, akik lelkismeretesen a helyi közösségek bevonásával, lokálpatriótákkal együtt dolgoznak évről évre a kolostorok föltárásán, de ezeket egyelőre még mindig visszatemetik, és egyébként rendszeresen őrzik. Tehát komoly ápolás, figyelem fordul a pálos örökség felé országszerte, és én most csak egyetlen egy példát hoztam ebből, de szerencsére igazából majdnem mindegyik helyszínt említhettem volna. Hangony is ezek közé tartozik, ez az én kis szívem csücske. A hangonyi önkormányzat rendkívül, és a helyi emberek mind most nagyon-nagyon szeretnék, hogy igazából ne felejtődjön el az, hogy itt a Szent Anna, egykori Szent Anna kolostor állt, pálosok éltek a határukban, velük együtt tovább haladhatna és élhetne az örökségük. Úgyhogy a Nemzeti Múzeumos kollégáimmal ide ki is szaladtunk, és ezt láttuk. Csak hogy lássák, hogy hogy néz ki egy azonosított, lokalizált, de még soha föl nem tárt, minden jel nélküli helyszín. Gyönyörű erdős táj, dimbi-dombi, picike huplik. Néhány téglatörmelék jelzi csupán azt, hogy itt valami egykoron állt. Egyébként megtréfált minket a mezőőr, mert gyakorlatilag a gyerekkorában oda hordott cserepeket mutogatta először, ami egy kicsit gyanús volt, de mondta, hogy hát megboldogult Marika néninek a óljáról lopták le éjszaka a barátjával, és csináltak egy remek jó kis menedéket maguknak, hát tudták a pálosok mellett. Gyakorlatilag 2 méterre a romoktól ott volt egy furcsa jelenség, de hála Istennek bevallott, ami minket egy kicsit azért megtévesztett az elején, mert örültünk, hogy ó, kézzel készített, ugye, cserepek, téglák, ez van, gigszerbe vallom, de tanultunk belőle. Most már mezőröket kérdezem először, hogy itt mi történt, és az jó. Tehát egy ilyen szép erdős tájra sárgarigó, őzgidácska, vaddisznó is volt itt, csak úgy mondom, megkergetett elég csúfosan, úgyhogy a szlovák határ mellett van, és át is rohantunk, úgyhogy, hát, hogy mondjam, szóval Hangony egy veszélyes terep. Nagyon szép, de itt rendszeresen a madárcsicsergés helyett újabb arrafögést hallunk, úgyhogy itt mindig legalább hatan megyünk ki, hogyha valami történik, azért futni tudjunk, nincs sok esélyünk. Ide is, itt nem csak a drónocskát engedtük föl, egyébként az fáktól följebb megy, tehát hála Istennek nem ugye ez a pici kapható drónocskák, akik ugye ellavíroztak volna a fák között, azt is kipróbáltuk, tehát nem ezt a komoly lézeres felmérést, hanem sima fotó fölmérésből is készítettek a kollégáim modelleket, viszont az igazi áttörést ez a lézeres eszköz hozta, ami azért fantasztikus, mert gyönyörűen kirajzolódik a dimbi-dombiból az egykori templomnak az alaprajza. És hát mi ezt már láttuk, de hogy az önök személynek, meg mindannyiunk személynek egyszerűbb legyen, a említett geofizikai felmérést is ráhúztuk, és tadám, lám, itt látható a szép késő gótikus, sokszögű szentélyzáródású egykori pálos templom, és a hozzá csatlakozó épületrészek is. Sajnos az erózió egy rendkívül nagy pusztítást végzett. Ez egy rendkívül, visszamentem a domborzott modellünkre most, ez egy rendkívül éles plató, amit valószínűleg meg is nyestek a kolostor kialakítása érdekében egykoron.
Úgyhogy itt is komoly földmunkát végeztek ahhoz, hogy ezen a kis ilyen sárgás színen jelölt felszínen épületeket tudjanak kialakítani. Hát egyelőre mi ennyit tudtunk fölmérni, és nagyon reméljük, hogy hamarosan itt is elkezdődhet a kutatás. Tervezzük egy ideje, de képzeljük el, hogy milyen problémákkal szembesülünk. Egyes területeken, ugye erdőbirtokosságok is vannak, osztatlan közös tulajdonban lévő területek, magánterületek. 580 tulajdonosa van a tálladi romnak, ennek csak 62. De ugye ilyenkor van a kérdés, hogy elmegyünk, mit szeretnénk, miért szeretnénk. És sok ember bizalmatlan, sok ember hasznot keres, de nagyon sok ember viszont támogató. Úgyhogy reméljük, hogy dolgozunk az arányon. Nekik hálás vagyok ezúton is, mert nagyon sokan már hozzájárultak ahhoz, hogy mi itt kutathassunk. Viszont ez egy olyan probléma, amit csodák csodájára képzeljék el, hogy fölismert az Agrárminisztérium, fölismert több minisztérium, és most dolgozunk azon, hogy legalább a pálos kolostorok, azok kikerüljenek ebből a rendkívül nehéz jogi helyzetből. Ha valaki szeretne, tud, akar pálos kolostort kiemelni, mint ahogy a hangonyi önkormányzat, a hangonyi emberek szeretnék, akkor az meg tudja tenni. De itt van egy olyan akadály, ami mindent keresztül tud húzni. És egyébként, hát reméljük, hogy ez nem sokáig lesz így. Csak mutatnám halkan, hogy ennyi ember kell egy-egy ilyen pici egy-egy kép fölvetítéshez, 6-8-10 ember munkájára van szükség, és több napot vesz igénybe. Ma már csak több napot. Viszont a legutolsó helyszínünk jön most, már így a legvége felé tartva az előadásnak. Gyakorlatilag a lokalizálás alatt álló kolostorok térképét vetíthetem most föl végül. Főleg egyébként korai kolostort, 13. századi remeteséget, vagy pontosan fogalmazzak, nem tudunk pontosan azonosítani, mert ezek vagy nem működtek tovább az 1300-as évek után, csak a pálosok történetében maradtak fönn, mint kolostorok, vagy egykori korai remeteségek, és a pálosok tudatában maradt fönt és emlékezetében, hogy ezek amúgy mi voltunk. Ezek hozzánk tartoztak. Hogy mikor, meddig, hol, hogy, ez mind kérdés a mai napig. Az egyik izgalmas kolostor ezek közül a Kaszás Zsolt és Sütő Krisztián, illetve a Papatila kollégám által megtámogatott kutatás Inzula Pilup kérdése. Talán azért is mondom most ezt, és nem helyettük akarok beszélni, csak el szeretném mondani önöknek, hogy még mindig nem tudunk biztosat. Én legalábbis azt gondolom, hogy amíg kézzelfoghatólag nem tudunk biztosat, addig egyelőre még kérdés, nyitott kérdés marad ez. Viszont rendkívül érdekes dolgokat találtak, de van ennek egy hosszabb előzmény története. És én azt gondolom, hogy tartozunk annyival önöknek, mindenkinek, hogy ezt is megmutatjuk, milyen ötletek vannak még egy helyszínre, ami most egyébként nagyon ígéretesnek is, és remek dolognak tűnik, visszaazonosításnak tűnik. Inzula Pilup, illetve Inzula Pilip Sancti Helené, ez a kolostor. Most átugrom két diát, vissza fogunk ehhez térni, mert be akarom mutatni azt a példát, ami nem hozott egyelőre eredményt. Viszont ezt mindenképp el akarom önöknek mondani, ezt a Fülöp-szigetét, úgyhogy ezért lépek most át. Nagy kérdés volt sokáig, hogyha 1250-ben megalakul a pilisi Szentkereszt remeteség, kolostor, mert hát egyháznak, ekléziának írják, úgyhogy ha nem csak nyelvbotlás a kolostor megnevezés részemről. A lényeg az, ha akkor megalakul, akkor az egyik első pál remete összeírásban, Szentkereszt remetének összeírásában, mondjuk így, 1263-ban, 7 remetességet sorolnak föl egy listában, egy vizitáció során, akkor miért nem szerepel Szent Kereszt kolostora, mert hogy nincs benne. Ezek a kolostorok találhatók benne, a nevezett Inzula Pilup vagy Pilip Sancti Helené, Kőkút Sancti Maria Magdaléné, ez a salföldi kolostorral azonosítható ma vissza, a Bakony Szent Jakabi kolostor, egy bizonyos Idegsit Szent Erzsébet kolostor, ami talán a tálladi kolostorral azonosítható, jelenleg ezt tartjuk reálisnak, ez is változhat a jövőben, Badacsonyban Szent Imre kolostorát, illetve Elek szigetén egy újabb Mária Magdolna kolostort, és végül a mai Nagyszakácsi mellett Szent Domonkos kolostorát sorolják föl. Ebből a sorból többet sikerült beazonosítani, talán ismerős is lehetett a Bakony Szent Jakabi kolostor, említettük ugye a Tálladit,
Badacsonyihoz még vissza fogok térni egy szomorú példaként, de nem tudjuk pontosan, hol lehetett ez a bizonyos örményesi elegszigeti kolostor, és ez nem egyenlő az emlegetett örményesi korábbi zalacsányi kolostorral, közelében lehet. Nagyszakácsit körülbelül be tudtuk azonosítani, Kőkútról beszéltünk, Salföldről, de itt maradt még mindig ez a kérdés, hogy ez micsoda lehet. A Szent Keresztkolostor keresése közben Guzsik Tamás, aki tulajdonképpen talán az egyik legnagyobb munkát végezte a Pálos kolostorok kutatásában, ő az, aki megpróbált párhuzamosságot vonni a Szent Kereszt titulus és Szent Ilona között, hiszen a történet szerint, nevezzük történetnek, Nagy Konstantin császár, bizony császárnak az édesanyja, Ilona találta meg a Krisztus keresztjét, amire felfeszítették jeruzsálemi zarándok útja során, és hát gondolta Guzsik Tamás, hogy ez némi kapcsolatot teremt a keresett Szent Kereszt kolostor és az említett Szent Ilona kolostor között, és ő vetette fel azt, hogy ez a pilup, ez elírás lehet, és ez a pil is lehet. Egy kiváló nyelvészkutató, Holler László 2007-ben lefotózta az összes meglévő átiratát ennek a bizonyos Vitae fratrumnak, amit emlegetem a Gyöngyösi Gergely féle előadás elején említett pálos rendtörténetnek, amiben ez szerepel többször is. Megmutatta, hogy utólag írták a szilva szó elé egy újabb int. Eredetileg in szilva pilis volt, nem inzula pilis, mert hogy szerepel a pilis nyilván pilisként ebben a történetben, de nem szigetként, hanem erdőként. Hát ez egy nagy rejtély volt, aminek vannak további elemei, mégpedig Solymosi László professzorhoz kapcsolódik, aki 2005-ben írt egy cikket arról, hogy szerinte inzula pilup az inzula pilip, ami villa pilip, vagyis Fülöp nevű középkori falunak a jelentése, tehát ezt nekünk Pilip melletti szigeten kell keresni, Fülöp melletti szigeten kell keressük ezt a bizonyos Szent Ilona remetességet. Így jutott elő további oklevelek bevonásával a mai Réfülöphöz, ahol jelesül, áll egy rom, feltételezések szerint villa falunak a középkori romja, ezen a területen, és az is nagyon sokat mondó, hogy szigeti strandnak hívják ezt a részt ma Réfülöp mellett. Magyarul inzula, és mivel erről nem tudunk, inzula, itt van Pilup, ugye valahol talán erre lehetett a középkori Fülöp falu, tehát gyakorlatilag minden egyben van ahhoz, rom is megvan, inzula is megvan, és Fülöp is megvan ahhoz, hogy mi ezt Szent Ilona remetességként kezdjük. Sok a bizonytalanság. A legizgalmasabb dolog az, hogy egy 13. századi jegyeket mutató templomromról van szó. Itt egy archív felvételt mutatok most önöknek, mert itt nem a térgörbül és a fotóvetítés, itt valóban egy szigetszerű kiemelkedés látható. És erről, mégpedig Fülöp falu középkori templomáról nincs írott forrásunk. Tehát egyelőre nem sikerült bizonyítani, hogy ez a rom mi lenne. Ez egy lehetőség arra, vagy lehetőség volt arra nézve, hogy ezt a bizonyos első remetességet, kolostort azonosítsuk. Viszont egész röviden, hiszen nem az én tisztem más kutatását bemutatni, de föl szeretném önöknek véletlenül, engem is foglalkoztat. Rendkívül érdekes, nagyon sok videót és cikket lehet róla olvasni, úgyhogy bátorkodtam most már én is beidézni ezekből most önöknek. Sáska mellett a Bakonyban gyakorlatilag Talján-Dörögd és Sáska falu között van egy nagy erdőség. Na, ennek a Talján-Dörögd felé eső részén sokáig beszéltek helytörténészek, és itt most tótjaimat kell kiemelnem, beszéltek arról, hogy hát itt bizony van egy romocska ott fönn az erdőben, le is írják, hogy 8 szögletű tornya volt, stb. Stb. Itt található ez a bizonyos Ilona kút, ugye Talján-Dörögd itt van ezen a részen, itt van Sáska, és itt az erdőség szélén található ez a helyszín. Ide az emlegetett fémkeresős és amatőr kutatók, hát igazából olyan profi honlapjuk van, ez az idézett mcbubu.hu vagy YouTube csatorna, nagy szeretettel ajánlom, mert én magam is nagyon régtől használom, gyakorlatilag a csúcsa a Veszprém megyei kutatásoknak, tehát ők, Sütő Krisztián és Kaszán Zsolt kimentek erre a helyszínre, térképeket találtak hozzá, amin Rudera
Szent Heleni, tehát hogy Szent Ilona romja szerepel, illetve Szent Ilona árka szerepel. És egyébként a filmkeresőzés során 13. századi leleteket találtak, és a helyszín maga azért nagyon izgalmas, mert egy árokszerű, vízes árokszerű jelenséggel körbevett romterületet találtak. Itt gyakorlatilag jelenleg ezen a ponton állt meg a kutatás, és izgalommal várjuk a feltárásokat. Úgyhogy mivel azt hiszem, hogy az időnk végéhez érünk, én ezzel a csodálatos és sokat nagy ígéreteket és nagy lehetőségeket magában tartó lelőhelyen búcsúzom Önöktől, és távol álljon tőlem, hogy idegen tollakkal ékeskedjek. Én a kutatóknak ezúton is nagyon sok sikert kívánok, és izgatottan várom, és várjuk mindannyian a feltárásokat, és ennek az eredményét, úgyhogy reméljük, hogy látják ennek a történeti rejtének a végére érhetünk. Úgyhogy én ezzel szeretném Önöknek a figyelmet megköszönni, egy rövid összegzés, ami ugyanazokat az alapgondolatokat tartalmaz, amiket elmondtam. Magyarul remetességeket el kell válasszuk a későbbi pálos rendtörténettől, de egyben kell tekintsük az egészet a térben, ha szabad ilyen nagyon pátoszosan lezárnom a végét. És igazából most két könyvajánlót még beleraktam, megjelent újra ez a rendkívül fontos kötet, Guzsik Tamás kötete, a Pálos Kolostorok katalógusa, és többen kérdezték egyébként a régi csapatból, ezért kirakom, hogy a Pálosokat kiállítási katalógus is újra kijött a nyomdába. Úgyhogy elnézést kérek a reklám helyért, bárkinek kell, szóljon, megszerezzük. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kitartó figyelmet, és várom a kérdéseket.